Hallo, hallo. Egy kis unboxing lesz. Bevásároltunk egy-két apróságot. Megmutatom, hát ha más is érdekel. Először is, ugyanis az ilyen kütyüket mindig meg kell mutatni. Mert az jó. A kütyüt szeretjük. Először is forrasztáshoz vettem egy ilyen képen látszik egy ilyen forrasztó állványt. Ledes fénnyel az Aldiba. Hát, csomagoljuk ezt, meglátjuk mi a frász ez. És elég gyakran kell forrasztanom, és akkor mindig problémát okoz, hogy hogy fogjam a kábelt hozzá valamihez, amihez forrasztom. Hát most megoldottuk. Könyve. Nem hiszem, hogy szükség lesz rá. Elemek. Ja, nem csukom még vissza, mert ott van még az a doboz is. Ebben van maga a nagyító fej. Igen, rajta a figyelmeztetés, hogy ne hagyjuk, hogy a nap átsüssön rajta, mert akkor begyújthatja az asztalunkat. Anita ezt már megtanulta, amikor lakozmált a képernyőjének a telefonképernyő. Yeah. Ez az. Szemétel. Kortyán boxing kávé. Mert ugye jó. Jó, dobozt félre rakom. Jó. Ebbe egyszer belerakjuk az elemet. Ej, ez a zsinór. Kirántó zsinór. Kicsit hülyén van benne. Ja. Tehát elem benne van. Lássuk a fényét. Megnézzük sötétbe. Most sincs olyan sötét, de... Aha. Hát, hogy így alárakom a kezem, hogy itt ezt a valamit nagyon frankon megvilágítja. Ez az. Ezt is szeretjük. Mert szeretni fogjuk. És akkor ezt ide befogatom. Na, itt közre fogja egy csipeszként a annyira nagyon nem szorítom meg. Jó. Nem lehet följebb húzni? Nem. Ez a max magassága. Ennyit lehet emelni rajta. Oké. Ki tudom hajtani. Aha. Igen, egy csavarnyúzó. Jó, hogy közelemre van a szerszámos lenne, ugyanis ezt kilazítom, és akkor ezt így kifelé meghajtom. Tehát ebbe dugom be így a forrasztópálkát, amikor itt nem használom. És itt van, ami
már le is esett. Egy ilyen csipeszes megfogó állvány rész. Ebbe árakom valahogy. Jó. Tök frankó. Ezt lehet állítgatni. Kis csipesszel ide fogadtam például a kábelt, vagy amit akarok. Ezt is ki tudom cserélni, ha kell. A világítása. Nagyon baj. Jó, ide befogadtam a kábelt, és egy oldalról tudom forrasztani, lerakom a forrasztót előbe, és akkor tudok szerelgetni nyugodtan. Na hát ez így kényelmesebb, mint amikor egyik kézbe a forrasztó, másikba valahogy megpróbálom így a két kábelt összefogni, és úgy forrasztok, hát az kegyetlenség. Ja, és ide ebbe az üres részbe be lehet rakni a vizes szivacsot, vagy a rézforgácsot, amin lehúzom a forrasztópákát. Bár ez annak érdekes, aki szokott forrasztani. Azt tudja, hogy mi ez, mire jó. Egy frankó kis dolog, és nem is volt drága. Messze még 2000 forint sem volt. Ez a telefonom volt. Jelzi, hogy éhes. Na, a másik dolog, amit még gyorsan ki akarok csomagolni. Ez a forrasztószer, ez csak úgy voltaképp ez a lényeg, egy időjárás állomás, ugyanis a másik időjárás állomásnak a külső egységét a macskánk dobbantónak használta, hogy felugorjon a fürdőszobaablakba, és folyton leverte, beleesett az eső, és megrozsdásodott, és kuka. Tehát belül a nyáklap megrozsdásodott. Na, azt mondja, hogy ez pedig olyan, hogy kint felszerelem, és akkor egy ilyen tartója van. Jó. Elem. Hú, basszus, ez akkor mint valami nagy tab. Azt a mindenit. Én azt hittem, ez valami ilyen kis kocka. Az előzőnk az egy ilyen kis csík kocka volt ehhez képest. Na mindegy, ezt is Aldiba vettük, olyan 2005, azt hiszem, tehát szintén nem egy vészes összegről van szó. Na, nézzük csak, van itt jó tálás. Igen. Ez. Funktionwatter Dictionary, jó? Akkor leszedjük ezt a nyalaját. Amit azért így megtartunk, ide berakom. Ó, ez ragadám. Akkor azt mondom, hogy innen hátulról ragasztom be. Ide be a könyvek, a magyar nyelvűt elhagyom, hát szükségem lesz rá. És az egészet vissza a dobozba. És mi ez a power adaptor, tehát akkor az elemek valószínűleg csak acélból vannak benne. Mármint nem az elem van acélból, hanem az elemet funkcióeljárást tekintette, arra használjuk ebbe a szerkezetbe, hogy ne felejtse el az adatokat, ha épp nincs bekötve. Igen, mert látszik is, hogy így rohadt halvány. Hogy van? Ha ezt lekapcsolom, akkor talán valami látszik belőle.
Van itt, holdállá, de megpróbálom rádugni a húvert. Hát ha világosabb lesz a képernyője. De már most mondom, hogy tetszik, már csak azért is, mert a külső egységen is van hőmérő. Tehát akár ha kim vagyok az udvaron, és úgy nézem, tehát nem nézek rá erre a bentire, csak a kintire, akkor is látom a hőmérsékletet, és igen, ezt hova dugom? Mi már? Hát minek van ezen USB? Egy filmet is nézhetek rajta, hogy mi a frász. Na, szóval ezt ide. Világosodott valamit? Nem igazán. Aha, én asztalra támasztó láb, de én a falra fogom fölrakni. Az előzőnek már ott a csavarja, úgyhogy csak fel kell akasztanom, ha jól látom. Az USB az nem tudom mi lehet, talán le lehet menteni az adatokat. Nem tájékozódtam. Biztos, hogy nem érintőképernyős, nem, mert ez egy ilyen puha műanyag valami, ami mögött ott az LCD. Csipogni tud. Jó. Ez nem vesz semmit, tehát ide is be kell rakni az elemeket. Channel 1. Jó. Na, már mutatja is, hogy 21-61% páratartalom. Jó, egy kicsit mást mér ez. Ugye az időt kell beállítani rajta. Holdciklusok. Hoho. Van itt minden, mint a bucsúben. Ja, igen, ez a csatornaváltás, egyesen van a külső egység. Hát valószínűleg ilyen külső egységet lehet még venni. Tehát minek egy elég, ha kín van, nem? Na, ébresztőt is beletállítani, nem akarok. Max spin. Hát, igen, jó. Most miért így halvány? Tovább halvány lett. Aha. Ez nem tudom mi. Itt órabeállítás. Ja, hogy hogyan, azt nem tudom, majd átnézem a könyvét. Na, hát így elsőre fingom nincs, hogy ez mi itten, csak valami szép. Azt mutatja, hogy ez ebben a páratartalommal. Na, ja, átváltottam channelt. Jó, ezt kint főszerelem, ezt bent főszerelem, az kész. Annyi, hogy rá kell jönnöm, hogy kell beállítani az időt. És akkor kb. Ez ennyit tud. De olyan szép nagy darab, mint egy 7 szolos tab. Tehát érdekes.
mondom, azt hiszem 2005 vagy valami, 2009, valami ilyesmibe került, tehát nem egy kimondottan drága dolog, 3 év garancia. Kimondott ilyen Aldis termék. Jó, tetszik, tetszik. Határozottan. Ja, ennyi lett volna az unboxingja. Na, ali-ali.